Rövid, de ébresztőnek erős mondat. Európának annyi. Ezt a kijelentést Bernie Eccleston formá egy parancsnok tette a napokban, a szágódó cirkusz jövőjére utalva. Néhány év alatt 8-ról 5-re csökkenhet kontinensünkön a futamok száma. A magyar nagydíj szerződése 2016-ig szól. Nézzük a mi esélyeinket és számainkat a szűkülő európai klubban. Gyulai Zsolt Hungaroring és autószövetségi elnök vezér a vendég. Jó reggelt, szervusz. Jó reggelt, János. Zsolt, mennyire le... Pet meg Ecclestonnak ez az Európát üzleti le sajnáló kijelentése? Semennyire, mert Bernie Eccleston szeret ilyen sokkoló kijelentéseket tenni, és ez szerintem a Forma 1 üzletnek a része. Ugye tudjuk, hogy néhány pályával probléma van, ugye Austin is most dadog, és nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de ez, ez minket nem lep meg, mert nekünk, nekünk a, a Bernie Eccleston úrral nagyon jó a viszonyunk és szerintem a mi szerződésünk az biztonságban van. Na most, amikor ilyen kijelentéseket tesz, akkor ebben van egy nagy adag inspirálás is? Tehát az, hogy csipkedjétek magatokat? Már most nem Magyarországra gondolok, hanem mondjuk az Európában esetleg elkényelmesedett pályákra futamokra. Ez, ez teljesen természetes, mert nyilván szól az európai válságnak is, és minden olyannak, de azt tudjuk évek, évtizedek óta, vagy évek óta, hogy, a, hogy az európai környezet nem igazán kedvez most a Forma 1-es cirkusznak, tengeren túlon, Ázsiában, vagy, vagy az arab világban sokkal kedvezőbb feltételekkel rendezhet egy ilyen versenyt Bernie Eccleston, és ez a tendencia az érezhető volt. Ha reálisan mérlegelünk a nyolc kontinens futamból, a nyolc európai futamból, melyik három kiesés a legvalószínűbb? Tehát hogy néz ki nálad a legveszélyeztetettebbek sorrendje? Hát szerintem a spanyolból kettőből egy az veszélyben van, ez nyilvánvaló. A belgák évek óta nyuglődnek a, a, futammal, egyszer sikerül, egyszer nem, sőt úgy, úgy is van, hogy ugye Franciaországgal esetleg felváltva rendeznek, de hogy mondjam, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, én azt hiszem, hogy nekünk Mi nem se vagyunk benne saját ebbe a... Mindenben Veszély benne vagyunk, zónál. tehát én úgy érzem, hogy ha mi tudjuk teljesíteni azokat a feltételeket, ö, amelyeket vállaltunk a szerződésbe, akkor, akkor nem vagyunk veszélyben. Nyilván, hogyha kapunk az fia egy olyan levelet, hogy hogy fel kell újítani a pályát, és Abu Dhabi minőségűre kell hozni, akkor nagy bajba lennénk. De jelen pillanatban nincs erről szó, hiszen a pályánk nem a legmodernebb, sőt azt mondhatnám, hogy a legrégebbi, és a, a főépület és a lelátórendszer sem mondhatni azt, hogy nagyon korszerű, de ennek ellenére a csapatok és a, az FIA is nagyon szereti a pályánkat. Úgyhogy evel kapcsolatban nincs félelmem. Ja, hát ezek adottságok, ez egy régi és klasszikus futam az új, modern és Európán kívüli pályákhoz képest. Viszont, ha azt nézzük, hogy amit ma a legmodernebb pályáknak nevezhetünk, és a mi klasszikus régi pályánk, akkor mekkora a különbség, hogyha ezt ki lehet mondjuk összegszerűen fejezni? Arra gondolok, hogy hogy itt milyen beruházásról, milyen volumenről beszélünk. Ha mondjuk azt mondanák, hogy nekünk most olyannak kell lenni a pályának, és teljesen újjá kell varázsolni és újjáépíteni, mint amilyenek most a legmodernebbek. Igen, akkor tudnék egy hasonlatot mondani, futball nemzet vagyunk, és Igen. azt gondolom, hogy pont a, az a különbség a kettő között, mint amikor a Hungária körúton egy meccs van az MTK stadionban, vagy elmegyünk az Allianz Arénába, és ott rendeznek egy futballmeccset. Tehát körülbelül ekkora. Hát akkor az körülbelül úgy lehet kifejezni, hogy bizony több tíz milliárd forintról van szó. Ha mondjuk egy olyan kellene tenni a pályát. én, én azt gondolom, hogy észszerű változtatásokkal lehetne. Ugye tudnék mondani egy példát, hiszen Silver, silverstone is meg zsarolta Eccleston úr, és azt mondta, hogy ha nem csinálnak valamit, akkor, 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 ott nagy baj lesz. És több tíz millió fontból építették ezt az új szenzációs épületet, és sok más dolgot a pályán de jelen pillanatban nekünk nem ez a prioritás, nekünk jelen pillanatban az, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére versenyt rendezzünk, és ne is csak forma egy versenyt rendezzünk a Hungaroringen, hanem autó világbajnokságot és egyéb nagy rendezvényeket, ahol nagyon sok magyar néző van. És amikor 2016 meghosszabbításán gondolkodunk, természetesen ez függ a kormány döntéstől, hogy megéri, bár ugye a mai vizsgálatok szerint anyagilag azért ez egy nagyon jó üzlet, és most már nem csak arról beszélünk, hogy milyen klassz, hogy benne vagyunk mindenhol a világon, ugye a televíziókban, hanem arról beszélünk, hogy az adófizetők pénze, amit ráköltünk a Form 1 futamra, az a többszöröse jön vissza közvetlen adóbevételbe, vagy a magyar GDP-hez 14 milliárd forinttal járul hozzá a Form 1 futam rendezése. Tehát ez üzletileg is egy jó befektetés, de ha 16-ban lejár a szerződésünk, akkor nekünk 13-14-ben el kell kezdeni tárgyalni, az viszont nem fog menni, hogy azt mondjuk, hogy hosszabbítsuk meg, és akkor mutatunk majd egy makettet, hogy 16 után milyen lesz a pálya, hanem azt kell csinálni, hogy ha eldöntjük, hogy kell, akkor 14-ben nyilván be, egy nagyobb beruházást kell eszközölni a pályán. Kizártnak tartott, hogy ne álljon oda a kormány szélességgel a hosszabbítás mellé mögé? Ö, semmit nem tartok kizártnak, ö, de azt gondolom, hogy ez a Forma 1 ügy, vagy a hungaroring ügye az, ami rendszertől, pártoktól, kormányoktól függetlenül 1986 óta megy. Tehát abban bízom, hogyha észérveket ugye felsorakoztatjuk, és a számokat lerakjuk. Hogy belerakunk 10 forintot és 20 forintot hoz ez az üzlet. Ráadásul. Ezt, ez jó, akkor itt most pontos számot mondtál szempontból, a szempontból, így van. ha milliárdokra fordítom, így van. akkor ma már a dupláját hozza? Ö, hogyha pontos számokat akarunk, és nem nem nyilatkozni a pontos számokra, akkor több mint a dupláját hozza. Uh -huh. Több mint a dupláját hozza. Egyébként pedig ez a kérdés, és hogy bármelyik kormány van, Attól függetlenül megvizsgálja a számokat, és egyébként is egy jó eseményről van szó, és nagyon kevés olyan eseményen rendelkezünk ma Magyarországon, amit ennyien néznek, és ennyi így be tudjuk magunkat mutatni a világnak, akkor nyilván ö, azt gondolom, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy csináljuk. És ha ez így történik, akkor 2014-től, hogyha mégiscsak valamilyen módon modernizációt, beruházásokat, ha nem is új pályát kell építeni Igen. közel sem, de kell eszközölni Magyaródon, akkor az milyen összegű? Azt mi ezt tudjuk, akkor megint mondjuk vegyük a futball példát. Egy puskás stadionnyi? Szerintem nincs annyi. nincs annyi. Szerintem nincs annyi, nincs annyi, mint egy olyan futballstadion. Én azt hiszem, hogy 2013-ra kell egy olyan tervet leraknunk az asztalra, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy ez mit fog hozni az országnak, egy új szerződést vagy bármi mást, illetve nekem van a, van a fiókomban olyan terv is, ami esetleg önfenntartóvá tudja tenni a pályát, hiszen egy 125 hektáros sportingatlanról van szó, csak mondok egy példát, akár ö, megújuló energiával is ö, lehetne fűteni vagy világítani ugye ezt a pályát, illetve lehet áramot is termelni. Ott rengeteg olyan lehetőségünk van, és vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket is, hogy nem mindig csak azt mondjuk, hogy hogy mennyi pénz kell erre a pályára, hanem a pálya saját maga lábán álljon meg. És, mikori, és mikor ugrik ki a fiókból ez a terv? A, amikor azok a pályázati lehetőségek megnyílnak, illetve hogyha oda kell állni a kor, az aktuális kormány elé, és azt mondani, hogy nekünk van egy olyan tervünk, hogy ez a pálya megáll a lábán, és azt is be tudjuk bizonyítani, hogy egy év alatt nyereségesé tudtuk tenni magát a, a gazdasági társaságot, és az azt gondolom, hogy ez egy nagy eredmény. Ez azt jelenti, hogy itt az, hogy ez önállátóvá és önjáróvá váljon a pálya, egy egyszeri kérés, vagy egyszerű egyszeri támogatás, beruházás szükséges a kormánytól? meg egyéb mondjuk EU-s pályázatok? Igen, 14-ben, így van. Igen? Addig, addig toldozni, foldozni kell, mert ugye az FIA mindig előéri, hogy például most a 10-es bukóteret le kell aszfaltozni, illetve a 14-es kanyart, illetve a cél újra kell aszfaltozni, minimum, de ezeket ki tudjuk termelni most már a saját magunk működéséből is. Ez akkor is, hosszú távon is a terveitek szerint egy önállátó, ám de állami tulajdonú cég marad meg. Állami hát... többségi tulajdonú, de eltérített szavazatarányú. Tehát ilyen formában egy, egy meglehetősen vegyes felvágott, de, de állami többségi tulajdonú vállalat, és azt is be akarjuk bizonyítani, és be fogjuk bizonyítani, hogy egy állami többségi tulajdonú vállalat is lehet nyereséges. Lehet nyereséges. Na most, amikor nemrégiben a Kölnben jártál, akkor már, ha jól tudom, ott is az ügyben is nézelődtetek, hogy milyen invenciók, fejlesztések, cégek, bevonható koponyák vannak abban az ügyben, hogy jobb legyen majd egyszer, meg modernabb legyen a hungaroring. Így van, így van. Kölnben egy nagyon hasznos kiállításon vettünk részt, elájultunk, hogy ha mondjuk azt a kerítést, ami előírás lenne, körberaknánk vele a hungaroringet, már több milliárdról beszélnénk, de például tegnap járt itt egy angol küldöttség, akik ingyen csinálnak nekünk egy, egy tervet avval kapcsolatban, akik tervezték egyébként silverstone és a Wembley stadiont. Uh -huh. Két úriember itt átbeszéltük a dolgokat. Nekik is érdekik, hogy referenciájuk legyen, hogy hogy lehetne ebből a pályából egy olyan pályát csinálni, hogy egyrészt a hasznosítás még több pénzt hozzon, másrészt a modern kornak megfelelő átalakításokat a legolcsóbb pénzből, és ezt, és ezt a Hungaroring számára ingyen készítik el, úgyhogy szerintem ezek nagyon jó kapcsolatok. Na most a, a, kihasználtságban, mint ahogy azt már említettem, ez, ez nem csak a Forma egyről szól, és gondolom, hogy az ebben való előrelépegetés, az is egy fontos érv lehet a pálya esélyei és izmai mellett. Hogyha azt nézzük, hogy idén hogy alakult a kihasználtság a Hungaroringnek, akkor ezt képest akár hozzávetőlegesen vagy napra pontosan tudsz-e számot mondani, hogy mi lesz jövőre? Pontosan tudok, tegnap volt egy sales meetingünk, 111 napunk van jövőre lekötve, ez egy Ide nagyon jó szám. Volt. Idén 140-valahány napot hasznosítottunk, de <coughs> idén végeztünk azzal a gyakorlattal, hogy különböző KFT-knek kiadtunk, egy Hunger rolling sales csapat jött létre, amely közvetlenül hasznosítja. Ez, ez, nyilván van egy pályakihasználtság, tehát nálunk 160-170 napnál többet nem tudunk, hasznosítani, Valenciában a 310 is Na, van, hiszen is az időjárás is. az jó. Tehát nem tudunk ennyit hasznosítani, ráadásul, hogyha jövőre akarunk ö, aszfaltozni, akkor az április szabadon kellett eddig hagyni. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy nagyon jól alakul a pályakihasználtság, és vannak nagy versenyek, tehát lesznek nagy versenyeink, nem csak a VTCC, hanem ö, más is. Úgyhogy ebből a szempontból nem agódom, csak azt kell látni... Mi lesz még a sláger? Hát nyilván a Renault a VSR, lesz Ferrari challenge és még lesz egy-két olyan nagy esemény, amit ide tudunk hozni. Azt kell látni, hogy, hogy ahhoz, hogy eltartsuk ezt a pályát, ami 125 hektár, és nagyon sokba kerül, és itt hangsúlyoznám, hogy a régi hitelek, amik terhelnek minket. Idén visszafizettem 380 millió forint hitelt. Csökkentettük a hitelállományát a Hungaroring Sport Zrt-nek. Ez egy óriási eredmény amellett, hogy remélhetőleg évvégén az euró árfolyamától függően valószínűleg nyereségesek leszünk. A egy forinttal is, de nyereségesek leszünk. De ennyi hitelt kell visszafizetni, és még van nagyon sok hitelünk, hiszen annak idején volt egy elhibázott lépés. Nem azt mondta az állam, amikor azt mondták, hogy boxokat kell bővíteni, a célegyenest hosszabbítani kell, azt a hidat föl kell építeni. Azt mondták, hogy ezt az állam nem tudja kifizetni, vegyetek fel hitelt. És egy, és egy, állami többségi tulajdonú vállalat, egy kereskedő banktól fölvett egy, egy hitelt, ami ráadásul rövid lejáratú, hiszen 16-ig szól, mert addig érezte a bank biztonságban, mert addig van szerződés. Na, de legalább addig tiszta lesz a helyzet. No, akkor jó munkát. Köszönjük, köszönjük szépen.